A mai nap különleges, hiszen megérkezett az edzésre Gulyás Péter válogatott játékos, ma ő tanítja a sportág alapjait. Fegyelmezett gyakorlás folyik, lesik a gyerekek a híres kézilabdázó minden mozdulatát. Sokféle programon vehettek részt az elmúlt napokban a táborozók, sokat mozoghattak szervezett körülmények között. A célja a sportnak a megszeretetése, az az egyik legfontosabb cél, a másik fontos cél, hogy segítsünk a gyerekeknek a hasznos szabadidő eltöltésében, így nyilván a szülőknek is több lehetőségük marad a teendőik intézésére. Nagyon népszerű a tábor a gyerekek körébe, van olyan gyerek, aki mind a két turnuson részt fog venni. Röpladások is csinálnak tábort, oda is agitáljuk a gyerekeket, hogy minél többen mozogjanak, ismerjék meg a sportnak a jelentőségét. De ennek a tábornak a koncepció, hogy minél több sportágat megismertessünk a gyerekekkel, Orbán Kálmán kollégám szervezésében, illetve a közös ötletén pattant ki a fejünkből, hogy tábort szervezünk. Hát a munkának a nagy részét a Kálmán viszi, úgyhogy köszönet is érte, rengeteg foglalkozásuk van a gyerekeknek, délelőtt edzések, délután edzések, meleg ebédet kapnak, nagyon sok kollégánk besegít, illetve balatoni helyszíneink is vannak, ahol a balatoni sportokat az úszáson túl strandröplabda, strandkézilabda, kajakozás, frisbee lehet kipróbálni a gyerekeknek. A sokféle mozgás lehetőség közül a Balaton közelsége miatt vezető helyen szerepel a vizes lehetőségek kihasználása. Így nem csoda, hogy a kedvenc is ez lett. A strand, mert ott tudtunk úszni, meg kajakozni, meg tudtunk ott röpizni, meg focizni, meg a hattyúkkal is szórakoztak. De sok más élményt is nyújtott az egyhetes turnus. Röpiztünk, meg kint bicikliztünk. És melyik a te kedvenc sportágod? Tudod már? Röpi. A legizgalmasabb része volt a hétfő, mert ugye hát ott mindent csináltunk. Kosaraztunk, fociztunk, hát volt mindenféle. Jó volt a csütörtök is, úsztunk, füröttünk. Hát, jó volt. És mit jelent ez a mai nap, amikor is a híres kézilabdással edzetek? Hát szerintem ez a héten a legjobb nap, mert hát ugye válogatott kézilabdással edzhetünk Gulyás Péterrel. Hát eddig jó az edzés is. Igen, különleges edzésmunkát végeztek a gyerekek. Ennek a napnak is az a célja, hogy minél inkább megszeretessék az iskolában most meghonosodni látszó sportágat. Jövőre szeretnénk a Telekom Veszprém Sümegen is megkötni a lábát, és ugye van együttműködési szerződésünk. A Ramaszetter általános iskolában már el fog indulni a kézilabda képzés. Nyilván szeretnénk ezt óvodáskorba is elindítani, hogy minél többen megismerkedjenek a sporttal. És hát itt nyári tábor zajlik most, és felkérést kaptam, hogy egy délelőttön egy kézilabda edzést tartsak. Ugye látszik, hogy egy kicsit nagyobbak, és első-második osztályosok vannak. Nyilván most ketté kell szedni a csoportot, tehát nem lehet velük együtt dolgozni. A piciknek a labda megszeretetése a cél az, hogy élvezzék a dobásokat, a futásokat. A nagyoknál már egy picit látom, hogy ők erősebbek és képzettebbek, ugyanúgy már lehet egy picit másabbat foglalkozni, de a lényegem a mai napnak az, hogy nyilván élvezzék ezt a mai tábort és ezt a mai edzést. Úgyhogy én bízom benne, hogy sikerül is. Tudunk-e már valamit a szeptemberi tervekről, vannak-e már valamiféle konkrétumok? Vannak. Most zajlik ebben a pillanatban ugye a teremegyeztetés, és hogy mikor lesznek, és ki fogja tartani az edzéseket. Most Velki Mihály, aki hozzánk visszajött nagyon hosszú idő után, ő lesz a felelős vezetője a sümegi képzésnek. Ő fog az edzőkkel dolgozni, és az edzőket képezni, és a gyerekekről minden egyes alkalommal ott Veszprémben állunk ugye szintfalani azzal, hogy hol járunk és merre. A versenyeztetésüket majd csak szeptemberben tudjuk elkezdeni. Szeretnénk egy belső bajnokságot, a tapolcai, a sümegi, az írci és a veszprémi gyerekek, meg még az egri, ahol van szintén szerződésünk, ő belőlük egy belső bajnokságot, tehát amikor nekik nincsen hivatalos mérkőzésük, akkor egy ilyen nagyon jó családi délután a gyerekeknek az a mozgás élménye is a meglegyen a kézilabdán keresztül, amit eddig esetleg nem kaptak meg. Tehát mi szeretnénk azt, hogy ez egy nagyon jó érzelmű, egy nagyon jól kitalált és egy rendkívül jól vezérelt, tehát szakmailag vezérelt program legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú történet és gondolkodás. Én bízom abban, hogy ez 2-3 hónapon belül jól fog működni. Azt mondja, hogy négy ember, irány, az első, gyere előre, többi köné, arcalapba az irányba, falfelé. Négy ember, irány, gyere, négy ember, irány.
Na most, arccal felé. Megyünk át mindig a passzolók, és megyek át a túlsó sor végén. És bizony mondhatjuk, így kell ezt csinálni. Nekem azért ez a nap a kedvencem, mert szeretem a kézítés. Jó, hogy ma kézizünk. És mit jelent, hogy egy ilyen nagy hírességgel tudtok együtt kézizni? Hát ez nagyon jó, mert legalább tudunk egy kicsit többet, megtudunk, és csak az akár, hogy elfelejtettünk pólókat hozni, amit tud írni. Még jó néhány hétig tart a nyári szünet az iskolásoknak. Van idejük bőven kigondolni, szüleikkel együtt, hogyan vegyenek majd minél jobban részt az egészséges, sportos életmódot biztosító lehetőségekben.